Mosó-Magyaróváron jelképesnek is értelmezhetően bölcsöde bővítéssel vette kezdetét a TOP programok megvalósítása. A most készülő új épületszárnyal 26 férőhelyet hoznak létre az év második felére. Árva István a város polgármestere elmondta, aki bölcsödét épít, bízik a jövőben. A munkaerő mobilitás ilyen szempontból ezen a környéken, vagy itt a városunkban is egy nagyon jelentős. Hogyha ezt nem tudnánk kiszolgálni, akkor kényszerűségből a család egyik tagjának, ugye a kisgyermekkel otthon kell maradnia. Ezzel persze nem azt mondjuk, hogy erre kell ösztönözni a szülőket, mi is azt tartjuk jónak, hogyha egy szülő vagy szülőpár 3 éves koráig családban tudja nevelni a gyermeket, de ha valamilyen okból rákényszerül vagy úgy dönt, akkor igenis legyen reális lehetősége arra, hogy válasszon. És ezt a választási lehetőséget szeretnénk bővíteni, megadni. A bővítésre jelenleg nagy igény mutatkozik, hiszen a környéken minden csoport tele van, és a váró listán is sok gyerek található. Mosonban ez a 84 férőhelyes micimackó bölcsöde, ez bővül jelenleg további 20 fővel, ami nagyon nagy segítség, hiszen 2015-re visszamenőleg tudom én azt igazolni, hogy milyen hosszú a várólistánk. Tehát közel 50 fő az a kisgyerekek száma, akit évente nem tudunk felvenni. A férőhelyek bővítése azonban nem csak Moson-Magyaróváron fontos. Halászin, Lébényben és Győrújfalun is új bölcsödét avatnak a jövőben. Ezzel a térségben több mint 100 gyermeknek jön létre új, modern hely. Mint Moson-Magyaróváron, Jánosomorján, Öttevényen, Lébényben, Halásziban, Győrújfalun, mind-mind olyan lehetőség, amely egy vagy két új szobával 12 vagy 24 gyerek bővítéssel jár együtt. Olyan lehetőség, ami szerintem nagyon-nagyon régen nem volt ebben a térségben. A több mint 700 millió forintos beruházás az intézmények modernizálásában is segít, így a már meglévő bölcsödék is megújulhatnak és tovább bővülhetnek.